A hétvégén szervezik meg a hagyományos torockói farsangtemetést. A télbúcsúztató ünnepség több száz éves múltra tekint vissza a Székelykő alatt fekvő településen. Szombaton déli 2 órakor kezdődik a temetés. A torockóiak látványos, gúnyos ceremónia keretében farsangolnak. A terméketlen téli jelképes alakját Dömét parodisztikus jelenetekkel, zajkeltéssel és mondókákkal temetik el. A rendezvényre Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Nagyenyedről és Magyarországról is érkeznek vendégek. Régen a farsang temetés az pont húshagyókedden volt megtartva. Összegyűlt a faluba az ifjúság, csak is legény emberek, fölöltöztek és körbejárták a falut. Megvan a rend, a farsang temetésnek a rendje, hogy ki megy legelől, ugye legelől a pap kántorral, és utána házas ember, feleséggel, mennyasszony. A Vidám felvonulás állandó szereplői idén is részt vesznek a temetésen. Az ördög és a halál, zsidók, cigányok, kéregető szenes emberek hívják majd a falubelieket az ünnep tiszteletére. A ruházatuk is a távoli múltra emlékeztet. Ezeket a ruhákat Torockon készítették, de már nagyon régen. És ezeket az eredeti öltözeteket veszik fel ma is a fiatalok. Minden háznál, vagy szinte minden háznál Torockon vannak különböző viseletdarabok, és ilyenkor legtöbb esetben összeszoktuk adogatni a ruhákat, a kellékeket, mert nem mindenütt vannak meg már a teljes öltözetek. De onnan helyből, tehát a faluból szedik össze őket a fiatalok. A torockóiak egyébként a farsangtemetés szokásában érik meg a tél-tavasz évszakváltást. Este a vacsora elfogyasztása után zenés-táncos mulatságra számíthatnak a résztvevők.